Jó, akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egy rendhagyó levéltári nap, rendhagyó megnyitója következne. Annyiban rendhagyó, hogy tegnap délután tudtam meg, hogy a köszöntő beszédet elmondó főigazgató helyettesünk sajnos beteg, és nem tudott eljönni, ezért úgy alakult, hogy én nyitnám meg. Gőzsi Zoltán vagyok, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárának vezetője, és hát mint régi levéltáros nekem mindig egy ünnep volt, és ünnep van, és ünnep lesz egy levéltári napon részt venni. És itt a Baranya Vármegyei Levéltárban most már évek óta egy kicsit rendhagyó módon kevéssé csak előadásokat tartunk, sokkal inkább megpróbálunk reflektálni az adott év eseményeire. És 2024. év levéltári évét alapvetően szabta meg a Petőfi Térségi Kulturális Projekt, amelynek következtében a levéltárosok, a levéltáros kollégák közel 100 alkalommal mentek ki vidéki rendezvényekre, hogy bemutatjam ezen a projekten belül, hogy különböző projektelemeken keresztül hajtsanak végre közművelődési tevékenységet. Ebben a munkában nagyon nagy segítség volt számunkra, nem csak a levéltárosaink kiváló és kompetenciái, hanem az is, hogy van egy számos fontos forrásbázisunk, és ezek közül kiemelkedő a községi krónikák. Ez a községi krónikákról annyit érdemes tudni, hogy 1970-es évek elejétől kezdve kezdték el vezetni. Nagy öröm, hogy itt vannak azok a nyugdíjas kollégáink, akik ebben nagyon aktívan részt vettek és irányították. Tehát az 1970-es évektől minden Baranya megyei település vezetett egy naplószerű krónikát a saját életéről, és ezeket ellátták, ezeket a krónikákat nem csak írásos feljegyzésekkel, de akár különböző illusztratív dokumentumokkal, többek között fényképekkel. És ez egy nagyon nagy segítség volt, hogy amikor megérkeztünk a vidéki településekre, akkor elő tudtuk ezeket venni, kvázi elkápráztattuk őket, ők aktívan közreműködtek ehhez, felismerve saját magukat, a saját életüket. Ugyanakkor az is nagyon fontos volt ebbe az évbe, hogy nagyon sok segítséget kaptunk a Magyar Nemzeti Levéltár vezetésétől, a Tudományos Igazgatóságtól, hogy érdemben és eredményesen tudjuk ezt lebonyolítani. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kovács Eleonórának, Őkovács Józsefnek. Őkovács Józsefnek már csak azért is, mert hogy fontos azért ilyenkor, hogy módszertanban tudtunk kapcsolódni ehhez a tematikához. Létezik egy kiváló, az utóbbi évek egyik leginnovatívabb kutatócsoportja, ez a vidéktörténeti kutatócsoport, amely 2014 óta működik, és csak annyit, hogy Horváth Gergely Krisztiánnak egy gondolatát citálnám ide, aki 2015-ben sok kérdést föltett az etnográfiában megjelent munkájában. Többek között az, hogy a vidék, mint hívó szó, kétségkívül izgalmas, amelynek ernyője alatt a mediavisztikától a rurál szociológiáig számtalan disziplina helyet találhat. Felmerülhet sokakban a kérdés, a vidék előtagú történetírás miben más, mint az agrártörténet? Mi indokolja egy újabb fogalom bevezetésének a létjogosultságát? Azóta ez a kutatócsoport és az ő hozzájuk kapcsolódó munkatársak számos kötete, periódika, tanulmány igazolta, hogy igenis nagyon fontos, hogy gondolkozzunk vidéktörténetben, vidéki társadalomtörténetben, és hogy ez több, mint agrártörténet. És számunkra ez az egy év is ezt mutatta meg, amikor elmentünk ezekre a rendezvényekre, hogy sokkal több, és maga ez a forrásbázis is sokkal többet érdemel. Ezért a idei levéltári napunk ezt a vidéktörténeti szempontot akarjuk középpontba állítani, részben azért, hogy megszólaltathassuk Őkovács Józsefet és Horváth Gergely Krisztiánt, illetve azért is, hogy megmutassuk, hogy ezzel a községi krónikák forrásbázissal milyen izgalmas kutatásokat lehet folytatni, erről is majd lesz két, illetve három előadásunk. És akkor meg is nyitnánk a rendezvényünket, és felkérem Bánkuti Gábort,
a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézete Modernkor Történeti Tanszékének tanszékvezető helyettes docensét, hogy beszélgessen ő Kovács Józseffel, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatójával, Horváth Gergely Krisztiánnal, a HUNREM BTK TTI Vidéktörténeti Kutatócsoport tudományos főmunkatársával, ezt most nem jól mondtam, mert tudom, de... Jó, hogy, és akkor egy picit járjuk körbe, hogy mi is ez a vidéktörténeti millió az 1970-es, 90-es évekre vonatkozóan.